Blues Fesztivál és tűzi játék Kőbányán. Az immár hagyományos rendezvényen idén is a műfaj sztárparádéját láthatja a publikum. A kőbányai Jóhegy Parkban egy kánikulai délelőttön legfeljebb csendes sétára, bátrabbak esetében kocogásra vállalkoznak a látogatók. A szervezők azonban már készülnek az idei Blues Fesztiválra, amelyet a Körösi Kulturális Központ szervez, és mint Györfi László szavaiból kiderül, ez örömteli feladat. Azt gondolom, hogy ez az Óhegy Park egy fantasztikus helyszín, ahol mi is mindig szívesen szervezzük a rendezvényeket, és immár most 5. alkalommal kerül sor kifejezetten a Blues Fesztiválnak a megrendezésére, ami nem azt jelenti, hogy előzőekben nem volt itt semmi. Augusztus 20-a környékén mindig szerveződtek programok, de most már 5. alkalommal kerül sor, amikor kifejezetten a blues-é a főszerep a Kőbánya Óhegy Parkban. Szerencsés helyzetben vagyunk olyan szempontból, hogy Kőbányán mégiscsak működik egy zenei stúdió Póka Egonnak az irányításával, és elsősorban velük együttműködve szervezzük ezt a fesztivált. Bevált, hogy az ő segítségükkel ezt színvonalasan tudjuk megszervezni. Értelemszerűen így jelen lesznek ők is. Az elmúlt évekhez hasonlóan mindig egy fantasztikus dolog, amikor Egonék tanítványai játszanak, és mutatják azt, hogy a következő időszakban milyen jó zenekarok lesznek a sztárok. Természetesen ők maguk Tátraival, Hobóval jelen lesznek, és hát ha már blues, akkor a végén Deák Billel fogjuk befejezni az augusztus 19-i Óhegyparki Blues Fesztivált. Ebben az esztendőben is a Blues Fesztivál végén tűzi játék lesz, igaz? Igen, természetesen. Ezért is ugye szerveztük, hogy 19-én legyen a fesztivál. Egyrészt lehetőség az, hogy 20-án az emberek az állami ünnepségen részt tudnak venni az ekkor szervezett programokon, és akkor a Dunaparti tűzi játékot is láthatják. A két rendezvény nem üti egymást, és ez egy olyan kellemes hétvége lesz, amikor az emberek biztos, hogy találnak maguknak megfelelő programot. Kőbánya élen járt abban, hogy a fesztiválokon, ünnepségeken fellépők élő zenei produkciót adjanak elő. Az igazgató a több éve kezdődött folyamat helyzetét is summázta. Ezt a kezdeményezést Póka Egon tette meg évekkel ezelőtt, és Révész Máriusz felkarolta ezt, és akkor ők mindenütt elkezdték ezt hirdetni. Az, hogy Kőbányán ez természetesen így van azóta is, hogy közpénzből nem lehet plébeket támogatni, tehát mindig élő zene van, és ez terjed. Tehát, hogy azért ennek van, hál' Istennek, nem azt mondom, hogy mindenütt, azért találkozunk még nagyobb fesztiválokon is nem teljesen ugye, élő zenével, de ez egy olyan kezdeményezés volt, amit sokan magukévá tettek, és én bízom benne, hogy ez tovább fog terjedni, és valóban az élő zenének a rangja az ott lesz, ahol lenni kell. Akkor tehát Kőbányán, az Óhegy Parkban augusztus 19-én ismét blues muzsikával köszöntik az ünnepet.